Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt vannak már velem a stúdióban vendégeim Bauer Bence, az MCC Magyar Német Intézet igazgatója, és a növekedés.hu gazdasági újságírója Kovács Dániel. Köszöntöm az urakat, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot! És egy nagyon érdekes témát hoztunk. Gyanús török párt készül elindulni az európai parlamenti választásokon Németországban, és azt pedzegetik, hogy Erdogán proxy pártjáról van szó. De mielőtt erről a proxy pártról beszélnénk, szerintem egy kicsit nézzük meg azt, hogy Németországban milyen változások vannak politikai párt fronton, mert a növekedés.hu egyik cikkében ezt lehet olvasni, hogy itt vannak érdekes átalakulások. Igen, nagyon sok ö, mozgás van most a német politikai térben. Nem csak, hogy január végén zászlót bontott Zárá volt balpárti politikus, aki most BSW néven Bündni Zárá Vágeknecht szövetsége elindul, és nagyon sok baloldali szavazatot, sőt egyes, egyesek szerint AFD szavazatokat is be tud szippantani, hanem hogy ott van még Hans-Georg Maassen, a Értékek Uniója elnöke, aki a CDU-ból megy ki és csalódott CDU-s szavazókra hajt. És akkor itt van most az új török párt, akik nyilvánvalóan több millió lehetséges szavazót tudnak megszólítani, Ez az mozgásba került a német politikai tér, ami azt is mutatja, hogy az eddigi viszonyok valószínűleg nem fenntarthatóak, és a választók, a szavazók új irányba terelődnek. Igen, érdekes, hogy ugye nem csak a társadalomban belül vannak érdekes mozgások, hanem pártokon belül, mert hogy pártokból válnak ki Igen. újabb pártok. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban még... Van-e mondani valója, vagy beszéljünk a török pártról? Hát szerintem áttérhetünk a török pártról. Az, az egész mozgás kapcsán annyit meg lehet még ígézni, hogy eddig valóban egy kicsit olyan unalmasnak tűnt a német belpolitika. Lehet, hogy maguk a németek is pont így gondolták, és ezért alakult ki ez a, a vákuum, hogy új párt vezetője gondolhatja joggal azt, hogy érdemes megpróbálni. Még annyi esetleg, hogy a mainstream pártok mit szólnak ehhez. Az egy érdekes kérdés, mert ugye a, mi, hozzánk annyit ott el, hogy az AFD is nagyon csípi a szemüket, de akkor ezek szerint itt újabb konkurencia. Szerintem a mainstream van. pártok mindig rosszul reagálnak, hogyha egy új pártok alakulnak. Ugye emlékezzünk rá, amikor a 80-as évek elején alakult a zöld párt, akkor is szokaknak ez nem tetszett, és a zöld párt aztán milyen módon lejárt az egész karrierutat, gyakorlatilag 40-valány éve, és ott vannak minden fontos döntéshozatalnál. A társadalmi diskurzusokat javarészt a zöld párt adta ötletek dominálják. Későbbiekben ugye az újraegyesítés során hozzákerült a volt kommunista utót, párt kelet Németország először PDS néven futott, aztán Dilin kelet belőle, ők is gyakorlatilag az SPD-től vittek szavazatokat, mindegyiként a zöldek is, és későbbiekben 2013-ban 11 éve alakult meg az alternatív fős Deutschland, ők viszont javarészt jobb oldalról visznek szavazatot, javarészt a csalódott CDU szavazók, javarészt azok, akik a migrációt nem tartják jónak, és és aztán onnan is voltak különböző új párt alakulatok, sőt, még egy dolcsán nevezett jobboldali formáció is felfutott, Brémában már képviseletük is van, és aztán az által nevezett Mászen és Zá Ráda Wagenknecht is, akik bejelentkeztek, és nagy eséllyel pályáznak most egyébként pozíciókra, főleg Wagenknecht pártjáról mondható ez. Na, mit lehet tudni a Daváról? Ugye, ami azt jelenti, hogy küldetés, hát elég érdekes. Hát elsősorban azt, hogy törökök alkotják, törököktől törököknek, de az sem kizárt, hogy ennél jóval tágabb körben is meg tudnak majd szólítani embereket. Ugye 5 millió muszlim hátterű ember él Németországban, elvileg ez egy jó terep lehet számukra. Maguk, maga a párt programja is az a rövidke és egyelőre elég szűkös program. Minden sorából az süt, hogy a helyzetükkel talán éppen nem teljesen megelégedett Németországban élő migrációs hátterű embereket bevonza magához. Akkor és itt a matek az, hogy, hogy egy 5 milliós bázisa lehet ennek a pártnak? Ne, értelműen igen, és valószínűleg ki is fog jönni a matek. Elemzők szerint akár kettő mandátumot is szerezhetnek az EP választásokon, és ez nem kevés. Én annyit mondanék az egészhez, hogy szerintem az 5 millió az még csak a kezdet. Ugyanis most azokról a számokról beszélünk, azokról a migrációs hátterű emberekről beszélünk, akiknek német állampolgárságuk van. Jó sok ez. De ha hozzáveszünk azokat is, akik a jövőben az új állampolgársági törvény alapján német állampolgárok lehetnek, akkor további 10-12 millió emberről beszélünk, és itt javarész szavazó lesz. Ugye olyan tervek is vannak, hogy 16 évre szállítják le a választási korhatárt, azaz nem tudok most pont a számokat, de megint több millió potenciális szavazó van itt, és ugye az az érdekesebbnél a pártnál, Demokratikus Allianz für Vielfalt und Aufbruch, Demokratikus Szövetség a sokszínűségért és az ébredésért, hogy elvileg török ihletésű, muzulmán hátterű embereket szólít meg, de nem zárkozik el attól, hogy nem mindenképpen török ajkúakat szólítson csak meg, hanem többieket is. Az az itt egy óriási nagy potenciál van. Hollandiában már a Denk párt, a muzulmán párt már három képviselővel rendelkezik, a Denhágai Hágai Parlamentben, és Németországban is nagyon nagy esélyt adok, hogy most az Európai Parlamenti Választáson először, ahol nincsen 5%-os küszöbb, bejussanak akár kettő vagy több képviselővel, és a később évben akár a Németországi Szövetségi Parlamenti Választásokon is sikerrel járjanak, ugyanis van egy vákum, a migrációs hátter embereknek nyilvánvalóan a politika reprezentáció nem van erős, és ilyen párt gyakorlatilag dedikáltan a migránsok problémáival tud foglalkozni. Ez egyébként intőjel a német politikának, intőjel a német közvéleménynek, és intőjel egyébként az eddigi mainstream politikának, hogy egy ilyen párt alakulhatott. Én szerintem ezt nem lehet rossz néven venni a törököktől. Teljesen természetes, hogyha ennyien vannak, és állampolgársággal rendelkeznek, akkor megkeresik azt a politikai pártot, megkeresik azt a mozgalmat, amely őket a legjobban képviselő. Ebben semmi meglepő nincsen. Én azon lepődtem volna meg, ha nem lett volna ilyen. És az mennyire igaz, hogy ez Erdogánnak egy ilyen proxy pártja, tehát mondjuk, ha finanszírozást nézzük, ha hátteret nézzük, akkor mennyire lehet azt mondani, hogy itt tényleg ott van Törökország keze? Hát pont a finanszírozás az, amivel borzasztóan rovatosan kell majd bánjanak, hiszen a mainstream pártok, sőt a úgymond a német politikai elit mert ezen az egy ponton tudja érdemében megfogni őket, ha direktbe... Már pedig azon lesznek valószínű de elég valószínű, így direktbe kapnak támogatást nem, Törökországból, akkor az egy ajándék be lehet tiltani, akkor ott a Kázus Belli ellenben az kétségkívül igaz, hogy Erdogánhoz a török politikához köthető személyek mozognak a párt körül, és alapították, és ők vesznek részt ebben, tehát véletőleg megállja a helyét ez a vád. Mennyire újdonság ez? Tehát például vannak-e arra vonatkozó a kutatások, hogy mondjuk a német társadalom hogy reagál egy ilyen Párt a német társadalom ö, sok tekintetben nagyon frusztrált, és sok tekintetben kiábrándult a mainstream politikai pártokból. Nagyon nehéz elérni egyébként a migrációs háttör embereknek a politika preferenciáját, nagyon nehéz őket elérni, őket bemérni, ugye nagyon ritkán nyilatkoznak, nagyon nehéz őket egyszer elérni. Így arra még nincsenek kutatások, hogy a migrációs háttör emberek pontosan ezt hogy látják, de ö, a adatokból kiindulva itt egy óriási nagy potenciálja van a pártnak, és hogy most végeredményben tudják Tírtani, nem tudják betiltani. Szerintem ez egy olyan kérdés is, ami főleg a körül fog forogni, hogy az AK-pártinak, illetve Erdogannak milyen befolyása van itt. Ha tényleg a német hatóságok arra a meglátásra jutnak, hogy gyakorlatilag egy nagyon erős külföldi befolyásolás van, ami révén esetleg az eddig ismert demokratikus államberendezkedést, ugye az AFD pártilalom körüli viták körül ugye ez a fogalom felrebbent. Ha valamilyen módon a demokratikus államberendezkedést ezt a párt aláaknázná, vagy alá akarná ásni, akkor lehetne itt egy effektív betiltásról szó. Szerintem, ha sikerül az, amit a Dává bejelentett, vagy sajtóhírek szerint be akar jelenteni, hogy Mesut Özil volt futbalista lenne itt az egyik kampányarc, akkor egyértelmű tetten érhető a kapcsolat Erdovánhoz, ugyanis emlékezzünk arra, Mesut Özil volt az, aki 2018-ban közösen fotózkodott Erdovánnal, és ezt a német közben valamilyen módon nem tudta megérteni. Ugyanis német állampolgársággal rendelkező a német nacionál Elfbe játszó török származású a német olvasat szerint német. Na most euh, tudjuk, hogy Mezut Özil nem német, hanem török. Számunkra ez egészen egyértelmű és nyilvánvaló. De a német társadalom a migrációs háttér embereket valamilyen módon kényszerrel akarja integrálni, minden módon akarja integrálni, ők nekik csak az az elképzelhető, hogy ezek most németek lesznek. De a mi meglátásunk szerint innen Közép-Európából egy olyan nagy és büszke nép, mint a török, az nem biztos, hogy szívesen akar német lenni, és szerintem egészen természetes, ha mezőt özil ragaszkodik a nemzetéhez, ragaszkodik a hovatartozásához. Nálunk Magyarországon ugye pont fordított a helyzet, a miniszterelnök is úgy fogalmazta, hogy nem engedünk be tömegével embereket, akik viszont itt vannak, azok szépen nyugodtan a saját nemzeti identitásokat éljék, nem kell nekik magyaroknak lenni, és Németországban ezt egy kicsit másképp látják. Innen indult az egész vita, és innen indult egész kérdés az, hogy Erdovánnak mekkora befolyása van Németországban. Ugye talán egy apró ö, adat, ami nagyon fontos, a németországi török szavazók, akik török állampolgársággal részt vesznek a Török államelnök választása, ott ugye 67%-ban szavaztak Erdoganra, illetve az Ákpártira. Ez azt jelenti, hogy nagy fogadókészsége van a török elnök üzeneteinek Németországban. És akkor éppen ezt a vonalat tovább víve akár még jól is jöhet neki belőle, hogyha mesutőzilt rakják a plakátjukra, hiszen az akkor egy egyértelmű üzenet a helyi törököknek, hogy ezek mi vagyunk, igen, tessék ránk szavazni. Igen, csak az a kérdés, hogy mondjuk egy arc miatt be lehet -e tiltani, mert Szerintem az összefüggés... Nem. A német törvények a pártbetiltásra vonatkozó szabályokat nagyon szűken interpretálják. Azaz, ahogy ezt említettem, a német demokratikus államberendezkedés iránt valamilyen módon ezt az államberendezkedést fel, fordít, fel akarja fordítani, ki akarja forgatni, meg akarja szüntetni, meg akarja támadni, valamilyen módon ilyen ismérveknek kéne ott lenni. Ez olyan pártnál, aki mondjuk nyilvánvalóan például 50-es éve volt egy náci párt, nyilvánvalóan a demokratikus új NSZK-t akkoriban be akarta szüntetni, vissza akarta hozni a náci diktatúrát, ott nyilvánvalóan ez adott. Egy olyan pártnál, amelynek csak az a bűne, hogy úgymond törökök szavaznak rá, azt szerintem nem betiltható. másik kérdés persze a kampányfinozási kérdések, ott ugye ott Németországban is vannak szabályok, bizonyos mértékben deklarálni kell, magánszemek nem adhatnak bizonyos összegeknél nagyobb adományt, ott gyakorlatilag administratív módokon lehet ezt valami milyen módon szabályozni, de betiltani szerintem nem lehet. Itt német állampolgárok vannak, akik szavaznak egy pártra, arra a pártra, ami az ő érdeküket képviseli. Német állampolgárságot utólag elvenni gyakorlatilag lehetetlen. Ezek a német állampolgárok ott vannak, Teljesen más kérdés, hogy ez így jó, és rendben van-e, hogy ennyi ember van ott Németországban, de ezt a kérdést szerintem nem mi döntjük el, és ez a kérdés Németországban már nagyon régen eldölt. eldölt. Már nagyon régen eldölt, Az e tekintetben most már csak előre lehet nézni, és itt nagyon érdekes helyzetek fognak még következni Németországban. Az Ebből biztos. is látszik ez egy ilyen első fecske. Itt akkor ezek szerint, ha jól veszem ki a szavaikból, a finanszírozás egyedül, ami necces, és arra meg valószínű, hogy nagyon oda fognak figyelni. Így van, kínosan fognak rá ügyelni, hogy ezen az egy ponton ne lehessen őket megfogni. Hát szó szerint törököt fogtak, nem ereszti őket. Ezek. Pont egy olyan párt, ahol még a náci kártyát se lehet hitelesen kiátszani. Ez lehetett, ez lehetett volna még egy megoldás, de ez itt látványosan megfog, megbukna, úgyhogy valószínűleg meg sem fogják próbálni. Erdogannak Németországban egyébként negatív a németek körében és a német politikában a megítélése, de azért van azért diszkrét bája az ügynek, hogy gyakorlatilag egy külföldi államfő gyakorlatilag nacionalizmussal vádolják, és a németek ezt előszeretettel teszik, hogy más országok választott képviselőt nacionalizmussal vádolják, csak azért, mert a saját nemzeti érdekért szásikra. Szerintem ez természetes, és én magam török szavazó lennék, nyilvánvalóan nem tel lenne teljesen abszurd, hogy a Németországban vagy a török szavazó jelen gondolkodik, hogy erre a pártra szavaz. Mondom, Ebbe semmi való nincsen, inkább a német társa magának kell, hogy a kérdést feltegye, hogy jó-e így, hogy ennyi mennyiségű más érkező ember érkezik, és azért annyit azért megjegyeznék a migrációs problémákkal kapcsolatosan Németországban, hogy a törökök még nem igazán problémát jelentenek. Szóval a törökök javarészt dolgoznak, valamilyen módon jól integrálódtak, oda akarnak tartozni, régóta ott vannak, nem ők jelentik a problémát. A problémát egyébként olyan muzulmán fiatalok jelentenek, akik akár Észak-Afrika országokból érkeztek, akár közel-keletről, akik antiszemita skandálnak, úgy, amit láttunk októberben, akik gyakorlatilag valamilyen módon nem sikeresen integrálódtak, nem tudnak hozzátenni a német társadalomhoz, és a lakhatási, oktatási, gazdasági problémákhoz, közbiztonsági problémákhoz javarészt hozzájárulnak. És szerintem itt még óriási nagy gondok lesznek a német társadalomban. Ez még csak a jéghegy csúcs, és ez még csak a kezdet, hogy egy ilyen török párt lesz. Ez egy késői eszmélés, vagy azért lehet itt még valamit tenni? Én nem hinném, hogy itt már sokat lehet tenni. A törökök ott vannak, a török hátterű emberek ott vannak, német állampolgárok, még több német állampolgár lesz jövőben, és ahogy említettem, nem csak a török szavazókra, török ajkú, török származású szavazókra fognak itt rámen hajtani a dava pártban, hanem ugye másokra is. És hogy a migránsok körében esetleg egy olyan életérzést lehet instrumentazálni, hogy ők Németországban nem értek, nem igazán jól meg. Nem értik őket meg a németek. A német többségítása nem kezeli az ő ügyeiket. Ez szerintem teljesen reális. És ugye 5%-os küszöb van a Bundestags vállalkalmából, de szerintem most már csak egy hajszárnyira választ minket el az a kérdés, hogy valamilyen német bíróság esetleg úgy találja mondani, hogy hát igazán egy őshonos kisebbségről beszélhetünk itt már. Elég az őshonos kisebbségnek ugye száz év ott lét a feltétele, de a törökök ugye az ötvenes évektől érkeztek, hogy most esetleg 2025-ben úgy mond, ez most mennyi is pontosan, 75 ez év, 70-75 év után esetleg egy német bíróság azt mondaná, hogy ha 100 évet nem kell olyan szűkösen nézni, akár még az is előfordulhat, hogy nem vonatkozik aztán az ötszázaikos küszöb erre a pártra, mert őshonos kisebbségről lehetne szó. Ugye a Dán kisebbség így jutott be Németországban a parlamentben, egy képviselővel. Ha ez megtörténik, akkor igazi átszakadás van, ugyanis akkor már az 5%-os küszöbet se kell elérni, és akkor minden egyes ott élő nemzetiség, akár áttörheti ezt a küszöböt, vagy bejuthat a parlamentben, és talán azt is tudják a magyar hallgatók, hogy például a lengyel felmenőkkel rendelkezők Rurgebitben már 150 éve ott vannak. Ugye belső vándorlás során Sziléziából oda kerültek, akár ők is pártot alapíthatnának. Ugye nagy vita a lengyel meg a német kormány között, hogy az öt élő lengyeleknek milyen kisebbség illetik. Meg a német kormány ezt teljes mértékben negligálja, de annyira nem egyértelmű ez a kérdés. Innentől kezdve, szóval ez is egy olyan szempont, amivel számolni kell, és mondom, ez még csak a kezdet, itt még nagyon sok fejlemény történhet a migránsoknak a politikai képviselete területén. Hát arról nem is beszélve, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy van, mennyire történt meg ez az ébredés a németek körében, vagy vajon kiállnának-e egy ilyen politika mellett, hogy le kell állítani a migrációt, stb. Vagy egyáltalán látunk-e már ilyen lépéseket? Én például 2019-ben jártam Bihácson, az akkor telepítették a migrációs tábort a Kia városból, közvetlenül a, a horvát határhoz és nem felejtem el soha, ki volt téve a tábla és sorolták, listázták, hogy milyen német szervezetek támogatják ezt a, ennek a tábornak a működését közvetlenül egy jókora térkép mellett, ami azt jelölte hogy hol vannak a, a határőrállomások, hol van elaknásítva a terület, magyarán hol vannak azok a járható útvonalak, ahol minél egyszerűbben átjutnak Horvátországba, tehát amíg egyik oldalról van egy Ébredésnek tűnő valami, és sokan kérdőjelezik már meg azt, hogy vajon jó ötlet volt de A másik oldalon meg ezek a folyamatok zavartalanul mennek, és ontják az új, meg új menedékkérőket Németországban. Melyek azok a pártok, amelyek azért megszólították a Davának a, a bázisát Németországban, és, és ők mire számíthatnak? Tehát esetleg ott még egy, egy verseny mit hozhat? Eddig, amit, amit, tudunk a németországi politika helyzetről és a migránsoknak a párt preferenciáról, Javarészt ezek a nagy pártok voltak, de főleg a szociáldemokrata párt. Azok a törökök, akik régebb óta ott éltek, a Szociáldemokrata pártot erősítettek inkább. Voltak ott egyébként sokan, akik helyi szinten akár tisztséget is vállaltak, de azért a CDU-ban is előbb-előbb felbukkantak a török hátterű emberek. Sőt, a zöldeknél is már van ilyen, ugye? Egész prominensen Csemöc Demir mezőgazdasági miniszter, gyakorlatilag már Németországban született, Anatol Schwab, Anatolia mondja magát. Szerintem tömegével viszont a zöld párt az ideológiánál fogva az inkább konzervatív földhöz ragadott török bevándorlókat annyira nem fogta meg, ez inkább a szociáldemokrata párt volt, és kisebb részben a CDU, de ugye most már más folyamatokról beszélünk, az az eddig ott élő törökök, az úgymond már régóta ott vannak, és valamilyen módon a német társadalom része, akik most jönnek újonnan, és akár ugye szavazhatnak is öt év ott tartózkodás után állampolgárságot szerezve. Ott ők a, párt a nagyobb prefer... tömeg. Ők nagyobb tömeg, és ott a pártpreferenciákról gyakorlatilag semmit nem tudunk. Azaz a migránsoknak a politikai véleménye, az úgymond egy ilyen fehér ló volt, vagy fehér elefánt volt eddig, nem sokat lehet tudni. Lehet, hogy ők egészen más szólamokra fognak ráugrani. De neked... Mert eddig milyen szólamok voltak? Mik voltak az üzenetek, amikkel próbálták őket így célozni? Hát eddig még nem próbálták őket megcélozni, de gyakorlatilag a szociáldemokrata párt a törökök körében azért tudtak, azért tudott valamilyen módon népszerű lenni, azért tudott szavazatokat török körökben szerezni, mert valamilyen módon a szociális felemelkedés, a gyengébb, szegényebb embereknek a helyzetbe jutatás egy ős szociáldemokrata ja, baloldali követelés. Tehát nem specifikusan a bevándorlók. Nem, ]be specifikusan bevándorlók, nem a... foglalkoztak. Nyilvánvalóan utolsó években egyes pártoknak vannak olyan platformjaik, akik foglalkoznak a bevándorlókkal, de mondom, a bevándorlóknak politikai aktivitása kisebb, alacsonyabb. Azon nagyon nehéz őket bemérni, és most azért az a pár prominens reprezentáns, akiket ez a párt fel tud mutatni, Szeráb Güller a CDU-nál, Özdemir akár a zöldeknél, vagy mások, ezek nem reprezentatívak, ugye, ezek páran, akik egyébként az elitnek az elitje, akik egyetemre jártak, főiskolára jártak, akik megtalálták a politikai közegben, úgy németként úgymond tudtak előrelépni, és pont ez, ez a titok, hogy ők németként definiálják már magukat, azaz ők azt mondják, hogy török hátterű német vagyok, de ők németek. Na most viszont itt megjelenik egy olyan párt, akik azt mondják, hogy hát bár német állampolgárok vagyunk, de törökök vagyunk. És mi török dolgokat szeretnénk itt kiemelni, és uh, itt ez dimenzió, ez egy teljesen más dimenzióról beszélünk itt, ha ez sikerül, és a Németországban élő törökök egyik oldalról ugye uh, konzervatívabbak, mint a német társadalom, másik oldalra egyébként Erdogánhoz, és Erdogánnal is szimpatizálnak, itt egy egészen új helyzet adódik, és lehetséges, hogy pont az eddig uh, minimális, vagy nem olyan nagy politikaktivás mutató török hátterű, vagy uh, igen, török hátterű németek már nem annyira a német fognak. Szavazni már erre a pártra, mert úgymond egy ilyen catch-all párt, ahol talán nem is a politikai program a döntő, hanem a származási alapon történő politizálás. Milyen a... az identitás az, ami? Igen, ez identitás, és mondom, nem lehet rossz nézel venni az emberektől, hogy gyakorlatilag több millió embernek, akik állampolgárok, egy reprezentációt találnak. Ha út, német politológus nyelvvel akár azt is mondhatjuk, hogy eddig egy reprezentációs űr volt. Az, ezeknek az embereknek több millió emberek nem volt reprezentációja. Most nyilván nem akarom őket hasonlítani más kisebbségekhez, akik tényleg őshonos kisebbségek, akár Közép-Európában, de hát egészen természetes, hogy ezeknek a, párt, ezeknek a népcsoportoknak, kisebbségeknek, nemzeti kisebbségeknek, kisebbségnek van politikai képviselet és politika pártjuk. És az Németországban ez most így alakul, ez szerintem már csak időkérdése volt, és mondom, az is időkérdése, még valamilyen módon, akár formálisan is, akár a kisebbségi pártokra vonatkozó 5%-os küszöb alól is valami módon kibúvót találnak. Szerintem nem hiszem, hogy ez most lesz 25-ben, de akár év, egy évtizeden belül én úgy tartom, hogy reális, hogy akár áttörést tudnak elérni. És akár a parlamentben ott ülnek, és akár a politikai blokkoknak, vagy politikai pártoknak akár többséget tudnak biztosítani, és koncesziókat kell tenni. Ha például gondolunk arra, hogy azt hiszem, hogy Kosovo, illetve Mont Macedóniában is van egy albán párt, akiknek elég döntő befolyásuk van, és beleszólnak az ügyekben. Szerintem ez itt se lesz másképp. És ha nem lesz másképp, akkor mi lesz? Mert ugye van egy ilyen nagyon progresszív, liberális vonal Németországban, meg ugye Nyugat-Európában, és ugye ez a párt meg gondolom egy nagyon kemény, konzervatív vonalat fog képviselni. Milyen? Hát kicsit, mi számítani. Ilyen, mit is hangsúlyoznak magukról, hogy... A hagyományos családmodellt tartják előnyben, stb. kétségkívül konzervatív programmal indulnak, de egy picit nyul már vissza, tehát régen mi volt a trend a kettős állampolgárok körében. Németországból leszavaztak balra, Törökországba leszavaztak jobbra, és ebben ők semmiféle diszonanciát nem vértek felfedezni. Ellenben mostanra ez jelentősen megváltozott. Ugye a szociáldemokratáktól elfordult a török szavazóiknak egy igen jelentős rész, és nagyon érdekes, hogy pont most, mostanában cikkezik róla a német média, hogy bizony még az AFD szavazói között is felfeltűnnek a törökök. Hm. Én egyébként azt tartom reálisnak, hogyha most így kéne egy kicsit, hogy az Európai Parlamenti Választásra tekintünk ki. Az Európa Parlamenti Választásnál nincs 5%-os küszöb, és itt nagyon könnyen akár egy, csak egy faktikus köszöbb van, ami gyakorlatilag egy százalék, úgyhogy ugye 96 képviselő van Németországnak, ha valaki egy százalékot szerez, azzal gyakorlatilag egy képviselő helyet kap. Kettő-három százalékos eredmény teljesen reális, és így aztán kettő, akár három képviselő lehet ennek a pártnak. És akkor meg tudják magukat mutatni, pénzekhez jutnak, egy képviseletük van, médiafelülethez jutnak, és innentől kezdve egyenes út vezet akár a várhoz. Én most nem tartom reálisnak, hogy az őszi keletnémet tartományi választásoknál Indulnak ott ugye kevés török hátterű ember, vagy török ember él, szavaz, de gyakorlatilag a bundestag teljesen reális, és akkor beszélhetünk a helyhatósági választásokról lesz, 25. Zene. szeptemberében lesz a német szövetségi parlamenti választás, de akár máshol, ahol sokan élnek, Rurgebiet, Berlin, akár kommunális szinten, helyhatósági szinten is megtörhet ez a párt, és képviselőket állíthat. Üm, és ugye gondolunk arra is, hogy Németországban az új állampolgársai törvényjel most már lehetséges a kettős állampolgárság nem eu országokkal is. Ez főleg a török őket érinti. Eddig ugye a Németországban élő törökök, ha a német állampolgárságért folyamadnak, le kellett mondaniuk a régi állampolgárságukról, most erre már nincs szükség, vissza tudják venni. Azaz Erdogan kezében, ha ezt így mondjuk kétszeres fegyver van, nem csak az ott élő törökök, mint török szavazók a török választásokon, hanem akár ott a német belpolitikába döntő befolyással bíró német állampolgárságú szavazók is. Azaz, itt egy óriási potenciál van, és én úgy látom, hogy valakinek ezt a kezdeményezést meg kellett ragadnia, most ez a DAVA ragadta meg. Én nem írnám le ezt a pártot, hanem egy jövőt, egy pozitív jövőt jósolnék neki. Én nem vagyok e tekintetben se negatív, se pozitív, ez egy egészen természetes folyamat, hogyha ennyi ember él ott. Bár akár migrációs határő, akár nem, akinek állampolgársága van, akkor nekik megvan az a joguk, hogy <coughs> képviseletet szerezzenek. Hogy ez egy okos döntés volt-e, hogy ennyien vannak ott, ezt mi innen már nem tudjuk már megítélni, és ezt már nem is lehet visszacsinálni. Most mondok egy meredeket, vagy mondhatok, vagy még kiegészíteni? Igen, hát mindenképpen azzal, hogy a, a DAVA egyik programpontja az, hogy az iszlám-németország integrás része, hát most valószínűleg ez fog majd egy erős politikai képviseletet kapni a közeljövőben. Igen, és ugye, ugye, a küldetést jelent ugye ez a dava, hogy ez mennyire, mennyire összeesküvés elmélet, hogy éneket is lehet hallani, hogy elindult a nyugati kalifátus építése. Én nem tartom ezt az összeesküvés elméletnek, ugye teljesen természetes, hogy ennyi embernél vannak olyanok is, akiknek egy nagyon hagyományos, fel nem világosult társadalomképpen rendelkeznek. Az iszlám ugye erről híres, és hogy most pontosan ez a párt fogja kalifátust jelenteni, azt nem hinném, de egyébként vannak erre utaló jelek, és ugye talán ismerjük mindannyian Olbecknek az írásait Franciaországból, Németországban is született egy hasonló könyv, Konstantin Schreiber, a jelöltnő címmel, ahol azt írják le, hogy 2050-ben muzulmán kancellár asszonya lesz Németországnak, ez egy regény egyébként, és egyébként ez a muzulmán közegekből erős, radikális muzulmák közegből származó hölgy, gyakorlatilag egy szövetségben van a baloldali vók zöld emberekkel, akik úgy látják, hogy ez nagyon jó, ez milyen jó, és soksz, sokszínű, és klassz, és prima, és e tekintetben itt egy ilyen egész érdekes mezalliansz következhet be, akár a jövőben. Nem irreális kép. Hát elég csak a számokat megnézni. Konkrétan a születés számokra gondolok, hogy ez mekkora a migrációs hátterű embereknél, mekkora a németeknél, mi jön ki ebből 10-50 száz év múlva? Szerintem egyértelmű. Ez akkor egy jó végszó. Köszönöm, hogy itt voltak. Bauer Bence és Kovács Dániel volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.